Székesfehérváron legutóbb ma hajnalban egy családi házzal egy beépített melléképületben csaptak fel a lángok Fekete-hegyen. A 90 négyzetméteres melléképületnek körülbelül a fele teljes, valamint a fölötte lévő palafedésű tetőszerkezet teljes terjedelmében égett. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz a lakóházra nem terjedt át, de az épület fele teljesen kiégett. A megyében idén összesen 260 lakástűz történt, az egyenruhások 9 ember életét mentették meg, de 17-en megsérültek. A katasztrófavédelem szóvivője azt mondja, legtöbbször nem a lángok okoznak sérülést, hanem a tűzben keletkezett füst. Ezért Szabó Bisztric Anetta a füstérzékelők használatát javasolja mindenkinek. Ez egy füstérzékelővel megelőzhető, hiszen ezek a készülékek 85 decibeles hangerővel jeleznek, hangosan sípolnak a tüzet, észlelnek annak kezdeti szakaszában, és ezzel esélyt adnak arra, hogy eloltsuk a tüzet, időben észleljük, kimeneküljünk, értesítsük a családtagokat vagy társasházak esetében a szomszédokat. Szabó Bisztric Anett hozzátette, a lakástüzek 99%-a emberi mulasztás miatt történik, melyeket odafigyeléssel és füstérzékelő használatával meg lehet előzni. A leggyakrabban elektromos meghibásodás, vagy nyílt láng, például gyertya használata, főzés, vagy dohányzás, vagy pedig fűtési rendellenesség vezet a lakástüzekhez. Gyakori, hogy fűtési rendszeri problémák miatt csapnak fel a lángok. Igazából mindegy, hogy milyen technológiával fűtünk, egy dolgot szem előtt kell tartani, hogy ezek a berendezések gyakran hőtermelő és nyílt lánggal égő berendezések, ebből adódóan pedig helytelen és gondatlan használatuk lakástűzhez vezethet. Ha az otthonunkban lángok csapnak fel, amennyiben a testi épséget nem veszélyeztetjük, el kell oltani a tüzet. Ha már nagyobb a baj, azonnal el kell hagyni a helyiséget és be kell csukni az ajtót. Ezután értesíteni kell a tűzoltókat és társasház esetén a szomszédokat is. Az ünnep közelettével egyre többen gyújtanak gyertyát. Fontos, hogy a lángot sose hagyjuk felügyelet nélkül, és az is, a gyertya ne legyen éghető anyag közelében.